Hol tart a tanúszoda építése? Várhatóan milyen témák lesznek a Makkos Márián tartandó lakossági fórumon? Hogyan készül a város a Föld napjára? Többek között ezekre a kérdésekre is a polgármester válaszol. Nézzük a tanúszoda projektet. Ez most pillanatnyilag a zajló beruházások közül az egyik legnagyobb szabású, és ha minden igaz, akkor nyáron nagy közönség is úszodába mehet itt Budakeszin. Nemrégiben egyeztettek, miről zajlottak ezek az egyeztetések? Most úgy néz ki, hogy az építkezés júliusban, július vége felé befejeződik. Ezután megkezdődik egy próbaüzem, az általában egy maximum 3 hónapos időtartamot jelent, és utána kerül aztán hivatalosan is a nagy közönség birtokába az úszoda. A mostani egyeztetés, miután az üzemeltetés nem a Budakeszi Város Önkormányzata, hanem a Nemzeti Sportközpontok fogja végezni, ezért olyan kérdésekre, mint hogy a nyitvatartás, hogy legyen-e szauna, hogy a helyi lakosok hogy használhatják, a sportegyesületek hogy léphetnek be ebbe az üzemeltetésbe, ezek mind nagyon fontos kérdések, és ahogy szokták mondani, az ördög a részletekben rejlik, ezért aztán megpróbálunk minden olyan részletre már most időben kitérni, hogy aztán a hétköznapokban ebből ne legyen probléma. Tehát többen jelezték Budakeszire, hogy nagyon szeretnék, hogyha kora reggel, akár 6 órától 8 óráig a lakosság használhatná az uszodát. Jelen pillanatban a tanúszodák reggel 8-tól 4 óráig vannak nyitva. Most mi arra teszünk kísérletet, és úgy látom, hogy ebbe van fogadókészség is, hogy 6 órától egészen 9, vagy akár este 10 óráig is nyitva legyen a tanúszoda, így aztán azok a lakosok, akik reggel korán tudnak úszni, vagy esetleg később este, ők is igénybe tudják venni a mi úszodánkat, és hát persze az iskolások a törzsidőben pedig használhassák megfelelő módon. Úgyhogy ez egy nagyon örömteli dolog, nagyon együttműködőek voltak az önkormányzat, és mindent megtesz, hogy az olyan lakossági igényeket, hogy például legyen szauna a tanúszodában, azt is kielégítjük. Nem is egy lesz, úgy tudom. Most úgy néz ki, hogy akár 2 szaunára is mód lesz, szeretnénk, ha lenne egy finn szauna, és amellett pedig egy infraszaunát is kialakítunk, így aztán az igényeknek megfelelően mindenki oda tud becsücsülni, ahova gondolja. És a helyi gyerekek úszás oktatása itt helyben történhet, nem kell Török Bálintra vagy Budaörsre szállítani. Így van. Említette polgármester azt, hogy lehet tudni róla, hogy Makkos Márián lakossági fórumot tartanak. Mi hívta életre ezt a fórumot? Egy feltörekvő új városrész Makkos Mária, nagyon sok új beköltözővel, sok építkezéssel, érthetően sok problémával, és a hagyományos évenkénti közmeghallgatás és a hagyományos kapcsolattartás a lakossággal ezen a terület részen nem működik, ezért gondoltuk azt, hogy ennél egy sokkal rendszeresebb, intézményesített formát találunk ki a beszélgetés, a problémáknak az átgondolására, és most ez a második alkalom lesz. Első alkalommal kint a helyszínen találkoztunk a Makkos Máriára vezető Makkosi útnak a tövében, akkor még egy hideg téli nap volt. Biztos vagyok benne, hogy sokan eljönnek Makkos Máriáról, ott nagyon sok infrastruktúrális kérdés van, útépítési kérdések, járda, közvilágítás, csapadékvízelvezetést a részben megépítette már az önkormányzat, de attól függetlenül, miután valóban ez egy ilyen dombos terület, ezért aztán az esővíz elvezetés, meg hogy hova folyik be, ez sok lakost is érint, úgyhogy sok olyan kérdésre ki kell térni, ami nagyon fontos az önkormányzatnak, és természetesen a lakóknak is. Pályázatot írt ki az önkormányzat, annak a város által létrehozott KFT-nek a ügyvezetői munkakörére. Mit lehet tudni erről egészen pontosan? A BVV egy városüzemeltetési KFT, az önkormányzat 100%-os tulajdonában van. Ez pedig egy non-profit KFT lesz, amelyik szintén az önkormányzat 100%-os tulajdonában lesz, majd hogyha megalakul. Az önkormányzat 3,5 milliárd forintos támogatást kap a TOP Plus programból, és ennek a programnak van egy olyan fejezete, amit az önkormányzat csak egy non-profit szervezettel, konzorciumban tud megvalósítani. Tehát a felnőtt oktatástól kezdve a rendezvényszervezésig, a szociális feladatok ellátásáig nagyon sok minden terjed ebbe a körbe, és ennek a kézben tartására szeretnénk ezt a non-profit KFT-t létrehozni, tehát nem fut párhuzamosan
A másik cégnek a feladata elsősorban a város üzemeltetése, karbantartása, az intézményeknek a karbantartása, felújítása. Itt pedig egy egészen más típusú és sokrétű feladatkörnek az ellátásáról van szó. Ez egy olyan pályázat, amit 7 év alatt kell megvalósítani, és ennek a KFT-nek pedig az lesz a feladata, hogy ezeket a kitűzött települési célokat maradéktalanul megvalósítsa. Mikor várható, hogy lesz ügyvezető? Az ügyvezetői pályázat határideje jövő héten lezárul, és akkor utána a képviselőtestület meghallgatja a jelentkezőket, és majd kiválasztja. Viszont azt, hogy mikor lesz a Föld napja, azt már lehet tudni pontosan, illetve a Majális és Gyereknap végre újra a Mamutfenyőknél. Igen, április 22-én lesz a Föld napja. Ezt a napot azzal ünnepeljük, hogy egy nagyváros takarítási akciót hirdetünk. A lakosság is csatlakozhat hozzá, az intézmények is, és mindenki, aki magáénak érzi ezt a várost és saját kis környezetét szeretné csinosítani, tisztán tartani. Utána pedig május 1-én Majális lesz természetesen a közösségi téren. A Városi Gyereknap május 28-án szombaton lesz a Mamutfenyőknél. Mit gondol, polgármester asszony, túl vagyunk a Covidon? Túl vagyunk a Covidon, itt a tavasz, sőt hamarosan itt lesz a nyár, úgyhogy én szerintem örül, aki él. Mindenki használja ki a szép tavasz időt, kiránduljon sokat, pihenje ki a fáradalmakat, egyen egészséges és finom ételeket, sétáljon sokat, és örüljünk, hogy itt lesz a nyár, nyáron pedig pihenje ki mindenki a fáradalmait. De még mielőtt persze itt a nyár, itt van a húsvét, és mindenkinek áldott szép húsvéti ünnepeket kívánok. Hasonlókat kívánok a munkák után. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.